Elkezdte a felkészülést az új bajnokságra a Nyíregyháza Spartacus. Pontosabban jelen esetben helyesebb a folytatja a felkészülést kifejezés, hiszen a Gálhidi György vezette edzői stáb májusban és júniusban már több hetet dolgozott a csapattal. A játékosok 2 hét pihenőt kaptak, de a második héten már edzeniük kellett, így nem a nulláról vágnak neki a 6 hetes munkának. A vezetőedző elmondása szerint ők is sok tapasztalattal lettek gazdagabbak az ismerkedés időszakában. Az utolsó edzésnek a mért adatai azok nagyon jók voltak, tehát játszottunk egymással 2x30 percet, ott a 60 perc alatt is produkált jó néhány játékos, amit olyan eredményt, meg olyan sebességet és jó sebességbe, tehát gyors futás és sprintben megtett távolságot, amit egy bajnoki mérkőzésen szoktak. Tehát az úgy néz ki, hogy ott minden úgy robbant és úgy jól nézett ki. Azóta a célunk és azóta az alapelv, hogy frissen nézzük meg a játékosokat. Tehát úgy nem bántottuk őket, edzőmérkőzéseken frissek legyenek, hogy minél több információt, meg az edzéseken is, hogy frissek legyenek, minél több információt tudjunk meg róluk. Ennek alapján döntöttünk a jövőt, illetően néhány játékos sorsán. Most azért másabb lesz, hát most melózni fogunk, legalábbis az első hét közepétől fogunk dolgozni keményebben, és hát folyókozatosan a 6 hetet szeretnénk minél hasznosabban kihasználni. Edzőmérkőzések már a bajnoki mérkőzésekre tekintettel, illetve az, hogy terhelésből milyen teljesítményt tudnak nyújtani a játékosok. 3 új játékosa már van a Sparinak, Jánvári Gábor 5 év szünet után tért vissza Nyíregyházára, Papucsek Balna július 1-én csatlakozik a kerethez, a bal oldalon bevethető, eddig 113 NB2-es meccset játszó Galambos Ádám pedig legutóbb Csákváron szerepelt. Mindent meg fogok tenni, hogy először is, hogy a kezdőcsapatba kerüljek, illetve a felfutásaimmal segítsem a támadásokat, illetve a védekezést, és segítsem, ez lesz az elsődleges cél. Fodor Ferenc sokadik felkészülését kezdi, így a rutinos védő tudja, hogy mire számíthat a következő hetekben. Én azt gondolom, hogy egy kemény felkészülés lesz, az biztos, hogy erőlétileg és fizikálisan a csapat az teljesen rendben lesz, és taktikailag is. Jellemző volt eddig is a koncentráltság, illetve a fegyelem. Én azt gondolom, hogy erre szükség van a pályán is, úgyhogy egy jó felkészülést várok. A tervek szerint 22 mezőnyjátékos és 3 kapus alkotja majd a keretet. A vezetőedző azt is elmondta, hogy milyen csapatot szeretne látni a pályán a bajnoki meccseken. Egy olyan Sparit, amelyik agresszíven letámadja az ellenfelét, nem hogy nekik egy métert sem, egy levegőnyi lehetőséget se, hogy építsék a játékukat. Tehát egy pillanatot se, hogy tudják nyugodtan építeni a játékukat. Állandóan zavart akarnánk kelteni a soraikban. A másik részéről pedig a támadásban pedig, hogyha szeretném, ha felépítenénk a játékunkat hátulról, minél több létszámfölényes szituációt kialakítani minden csapat részben, szélen középen. Itt igazából ez lesz a tervünk, és szeretnénk, hogyha kreatívan és felszabadultan góratörően játszana majd a csapat. A Spari végig Nyíregyházán készül majd, az első edzőmeccset július 3-án Gesztelyen játsz a csapat. A folytatásban a BVSC, a Putnok, a Tája, a Nagybánya, a Kassa, a Sényű és a Kisvárda 2 ellen lép pályára Gálhidi György együttese.